Lezajlottak a 2022-2023-as tanév szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny területi előválogatói. Tolna vármegyében is több diák indult a megmérettetésen. Waldraff Nikolett ügyviteli szakon végzi tanulmányait a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Bezerédi István technikumban Szekszárdon. Niki a legjobb 10 versenyző között jutott be a döntőbe. Ezen az első fordulón Excel, Word dokumentumokat kellett szerkeszteni, és volt elméleti kérdések is. A segítő tanárom készített föl a gyakorlati rész alól, az elméleti kérdésekre viszont saját magam készültem föl, de az anyagokat szintén a segítő tanárom adta nekem hozzá. A diákok hónapokat töltöttek a felkészüléssel. Trenka Tíme a turisztika szakon tanul. Ő nemrégiben az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén, vagyis az ÁSZÉV-en vett részt. Azt mondja, a megmérettetés nagyon jó visszaigazolás volt számára. Egyrészt mondta a felkészítő tanárnunk, ez a tanárnő, hogy ha bejutunk az országos döntőbe, ott az első 30 többletpontot kap tovább tanulásnál. Tehát ez alapból egy elég motiváló dolog volt számomra, mert szeretnék tovább tanulni, illetve nagyon jó felkészülési lehetőség az érettségire, mert hasonló feladatok vannak, ugye? És igazából ez a kettő volt, hogy felmérjem a tudásomat, és hogyha esetleg így sikerül, hogy be tudok jutni a döntőbe, akkor az jó pontokat jelentene nekem. Ami így is történt, a fiatal lány már javában készül a márciusi írásbeli és az áprilisi szóbeli országos fordulókra, a tanulmányai befejeztével pedig a vendéglátás területén szeretne dolgozni.